Minden évben más tematikával készülnek a szervezők. Az idei táborban az indián népek kultúráját és hagyományait ismerhették meg a résztvevők. A hangsúlyt arra helyezték, hogy a kisiskolások a mindennapokban minél jobban feltalálják magukat. A gyerekeken jó azt látni, hogy kapnak egy kis önbizalmat. És akkor örömmel mennek ugye este haza, ez a tábor mindig bejárós tábor, reggel érkeznek, este mennek haza, mivel még kicsik, és akkor egy kicsit megnyugodnak, megfürödnek, akkor reggel ugye friss erővel jönnek, és akkor nagyon látszódik az már másnap rajtuk, hogy amit előző nap megtanultak, azt már ugye reggel ugye ők azt átismétlik a játékokon keresztül, mindent megnéznek, amit megcsináltak, és akkor gyűjtik az információkat, és okosak lesznek, mire befejeződik a tábor. Ebben a témakörben sok olyan foglalkozást szerveztek, amely lekötötte a gyermekek figyelmét. A tanulók az indiánok életével és a sátorépítés fortéjaival ismerkedhettek meg. A játékokhoz csapatokat formáltak. Mi csapatunk neve Jukitörzs. Sas szem. Hat indián lány. Vas szem. Színekben és formákban is különböző módon fejezik ki magukat a gyermekek, mondja a képzőművészeti foglalkozást vezető tanár. Mivel hogy különböző korosztály van, tehát van, aki ügyesebb, van, aki nem tudja a formákat, akkor olyan témát választok, ami mindenkinek közeli, és gondolom, hogy az állatok azok minden gyereknek a szívecsücske. A tábornak a témája is az indiánok, így hát az indiánok kedvenc állatai voltak feladat. Az Oromi Zengő tájházat azzal a céllal hozták létre, hogy felelevenítsék a régmúlt mesterségeit és fortéjait, valamint hogy ápolják a hagyományokat.